November 1-től ismét kötelező maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön. Az átoltottság növelése érdekében a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Az állami szférában elvárt az oltás felvétele, az önkormányzatnál a kérdésben a polgármesterek döntenek. A Kormányinfón már bejelentett intézkedésekről szóló kormányrendelet megjelent a Magyar Közlönyben. November 1-től a korábban már megszokott szabályok szerint újra maszkot kell viselni a tömegközlekedési eszközökön, pályaudvarokon és megállóhelyeken. Maszkviselés alól ezúttal is felmentést kapnak a 6 év alatti gyermekek, az értelmű vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrum zavarral élő személyek. A kormány továbbra is védőoltás mielőbbi felvételért kéri a beoltatlanokat, a most terjedő delta vírus mutáns ugyanis a beoltatlanokra a legveszélyesebb. A védőoltás a leghatékonyabb a vírus ellen. Minél többen vagyunk beoltva, annál sikeresebben tudjuk megvédeni az országot a járvány újabb hulláma ellen. Az átoltottság növelése és a munkahelyek védelme érdekében a kormány lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy a munkahely és a munkakör sajátosságait tekintettel a munkavégzés feltételeként előírják a koronavírus elleni védőoltás felvételét dolgozói számára, akár minden dolgozótól elvárt egységes munkafelvételként, akár munkakörtől függően egyéni munkafelvételként. A még beoltatlan dolgozók a munkáltatók 45 napos határidőt állíthatnak meg az első oltás felvételére. Az oltást elváró munkáltatónak elektronikus úton, e-mail vagy papíralapon tájékoztatni kell a foglalkoztatottat az intézkedésekről, a határidőről és a védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről. Nem várható el a védőoltás felvétele attól a dolgozótól, akinek orvosi igazolással alátámasztottan ellenjavolt a védőoltás. Ha a dolgozó a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem veszi fel, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, és ha egy éven belül továbbra sem veszi fel az oltást, akkor a jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti.